Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt, nem máskor, mint a pam-pam-pam-pam csütörtöki random streamünkön. Askandi, Angipapa, K-ügynök. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket itt a God of War lezáró epizódjában. Aki nem játszott még a God of War-ral, az most azonnal nyomja ki ezt a videót, hogyha a VOD néző. Aki pedig most a streamet nézi és még nem játszott a God of War-ral és szeretne vele játszani, az vigyázzon, mert ez itt már nagyon brutálisan spoileres. Srácok, a tegnapi streamet már nem bírtam végigcsinálni, körülbelül a játékból szerintem olyan kb. 3 óra lehet még hátra. De nem akartam úgy csinálni, hogy itt már majd elalszok a billentyűzeten. Úgyhogy azt mondja, hogy Kalisztó protokoll lesz-e, kérdezi Askandi. Nem. Tudom, hogy nagyon sokan, vagyis hát nagyon sokan, hát olyan nagyon sokan nem, de páran vártátok volna, hogy legyen Kalisztó protokoll. Lesz majd Kalisztó protokoll ezen a csatornán. Tehát ez a játék, ez nekem meg lesz, hiszen tudjátok, hogy egy szifimániás ember vagyok, de nálam most feltorlódott a dolog. Tehát először a Pokémon jön a God of War után, azt befejezzük, majd utána jön a Kalisztó protokoll. Mindezt úgy fogom csinálni, hogy ebben az évben december 16-án streamelek utoljára, tehát még a jövő héten és a jövő hét utáni héten leszek streamben, és utána egy két hetes szünetre elvonulok, mert ebben az évben tényleg alig voltam szüneten, tulajdonképpen végig streameltem az évet, leszámítva azt a körülbelül másfél hónapot, amíg felújítottunk, de ezt most vegyük úgy, hogy meg sem történt. Úgyhogy lesz Kalisztó protokoll, de nem a megjelenéskor. Ez egyébként az én szempontomból annyira nem nagy jelentőséggel bíró dolog, hogy most megjelenéskor játszok egy játékkal, vagy sem. Megmondom nektek miért. Azok a srácok, akik itt vannak, azaz ti, és tehát a nézőim, a ti nézők, a legkevesebb esetben vagytok általában a leginkább kíváncsiak arra, hogy mi a legújdonságabb. Na most ezt úgy megfogalmaztam, hogy ihaj. Nem vonz be olyan nagy nézettséget az, hogyha én mindig egy aktuális, friss játékkal játszok, hanem inkább a tartalmat kereső emberek szoktak ide találni. Tehát úgy értve, hogy van egy adott játék, ami érdekli őket, de én azt gondolom, hogy felvenni a kesztyűt a fősodratbeli mainstreamerekkel lehetetlenség. A fősodratbeli mainstreamerek vannak körülbelül 10, rajtuk kívül van 50 másik streamer, aki ugyanezt a játékot fogja streamelni, és 51-ként beállok, tehát azt gondolom, hogy ha a Kalisztó protokoll megjelenésének napján nem állok itt, vagyis ülök itt, hogy úristen, nyomjuk a Kalisztó protokollt, semki még észre se fogja venni. Julia lesz-e még, kérdezi András, vagyis Angipapa. Neked boldog névnapot tegnapra egyébként, Angipapa. Elfelejtettem mondani. Egyébként azért késtem, mert vacsoráztam. Szóval Kalisztó protokoll lesz, de nem a megjelenés napján. A God of War Ragnarök után pokémonozunk. Már kicsit nézelődtem is, hogy melyik a legjobb pokémonok. Legendary pokémonokra mondják, hogy a legjobb pokémonok, szóval akkor majd a alap pokémonokkal játszunk. Viszont most lényegüljünk át a God of War Ragnarökre. Ez itt a God of War Ragnaröknek a legvége. Itt ér véget Kratos és Atreus kalandja, legalábbis egy elég hosszú időre. The creature is not whole. What remains is incomplete and cannot fulfill its purpose. Jó. Oké. Nekem sajnos a Pokémonnál el kell menned. Nem szereted a Pokémont. The rest is on us. Az micsoda fejes volt ott. Fuck you, bitch. Na, mindjárt picit átlényegülök. Lesz majd egyébként, ezt meg már Discordon is, a VOD csatornán és a Facebookon is felkaptam kérdésként, hogy lesz-e olyan karácsonyi különkiadás, mint amilyen volt a The Dig. Kitalálok valamit, hogy az utolsó stream ebben az évben valami különlegesség legyen. Azon még hagy gondolkozzak. Megvagy? Yeah.
Csak bekaptam egyet. Viszlát. Ó, ezt elfelejtettem eldobni, pedig ezt is el lehetett volna. Ezt vegyük föl. Micsoda tragikus zene megy itt. Ah, szűzanyám már megint egy ilyen vivern. Ott van, azt széttépjük. Holy Jesus Christ. Van rajtunk egy Bifrost. Ajaj. Ez várható volt. Ezért már el lett mismásolva egy picit. Kicsit lejjebb veszem a hangot, mert üvölt a fejhallgatóm. What's going on? I thought Ragnarok was supposed to help us. The creature is not whole. What remains is incomplete. It cannot fulfill its purpose. Look out! Megvan. Nyugodj meg, Atreus, apád tudja, mit csinál. Megvagy. Megvagy. Ezt is széttépjük. De jó Isten! Megvagy. Egy gyors HP, lőj bele! Úristen, micsoda zene megy itt, srácok! Dead. Fú, srácok, nagyon komoly itt a vége. Meg ez a zene. Itt egy agyonnyomott sárkány. De durva. De jó ég. So fucking epicness. Ja? Jó, azt ketté téptük. Lerúgta. Nagyon ügyes. Megint kinyomni. Na, tehát akkor még egyszer? Igen, sorry. Sikerült kinyomnom a saját kamerámat a nagy kapkodásban.
Vissza. Hát az milyen messze van, hogy már azt akard elkapni. Jó, az leesett, szuper. Itt egy kamics, ezt elhajtjuk. Csak úgy. Úristen, mennyire epic itt minden. Egyszerűen az epic. Az epic szó jut eszembe annak mindenféle formájával együtt. Ott a kis falu. Oké. Hol van Thor és hol van Odin? Mind a kettőt szeretném a gyerekmedencénél elnáspángolni. De először Odin szeretném. Hello, Freyr. Get back to your sister. You must hold back Ragnarok. This fight is mine. But if I could just take a trip. Hova lett, jöjj, visszamegy. My son trusts you. So I trust you. Itt van Thor. I am done with you and your son. Nem, még ez nem igaz, hogy végezett velünk. Igen. No more fucking games. Jó. Benne vagyok. Oké. Hát akkor legyen harc. Fuck you, man. Nem lesz ez olyan... Ajaj! Nem megszakítottuk. Ezt elkapkodtam. Nem egy olyan nehéz fight ez. Nagyon csúnyán elkapkodtam. Ugorjál! Ez csúnyán el lett bénázva. Na szépen lassan. Na gyere! Gyere már onnan! Na gyere! Nye. Nagyon gyorsan reagál minden egyes ütésemre. Na, először bekezdünk így, hogy gyűjjön az a harag. Ha ilyenkor rögtön rám szalad. Váltogatom a fegyvereket, de hülyeség, lehet, hogy egy fegyvernél kéne maradni. Lehet, hogy a baltával kéne őt piszkálni. Shit! Fight and die! That is...
Nem tudtam felemelni a pajzsot. Nem tudtam felemelni a pajzsot. Már esélyem se volt. Gyere onnan! Most vagy meg. De várjatok már, akkor hogy kerülöm én ezt ki? Mert hogyha elgurulok, akkor is meghalok. Akkor hogy kerülöm ezt ki? Lehet, hogy egyet kell csak oldalra menni? Nem. Nem. De hogy kerülöd ezt ki? Figyelj már. Hogy kerülöd ezt ki? Mert ha gurulok, akkor meghalok. Védeni nem lehet a pajzsal. Szia Balázs! Nem értem. Lehet, hogy hátrafelé kéne. Ez most nem találtál. Ez sem. Oly, nyugodt vagyok. Nyugodt gyerek vagyok. Na nem. Nyugodt vagyok, meg igazából az én hibám az összes. Üst! Adjad neki! Még! Elvettük a Mjölnirt! Azt a rohadt! Wow! Beleszúrtunk! Megsérült! Üsd el onnan! Mi az? Na, ezt fejezd be! You bitch! Most megverünk. Na-na! Csak semmi durvulás. Ezt nem tudom kivédeni. Erre nem tudok rájönni, hogy ezt hogy kell kivédeni. Amikor feljön és levágja, olyankor mit csináljak? Mondjuk hátra még nem próbáltam meggurulni, lehet, hogy hátra kell. Fejezd be!
Ne! Nem tudok rájönni. Nem tudok rájönni, hogy ezt hogy kell kivédeni. Bár most sem hátrafelé dodzsoltam, lehet, hogy csak hátrafelé lehet, és ezt nem látom én. Na, nem. Nem, úgy. Nem, le kellett volna shieldezni. Úgy nem megy, ahogy én akartam. Honnan veszi egyébként? Most jut eszembe, hogy megtámadtuk a lányát. Az istenit, ez eddig működött. Nem értem. Nem értem ezt, hogy lehetne kivédeni. Nem tudok rájönni. Ezt a támadását, amikor felmegy és a Mjölnirt ledobja elém, nem tudok rájönni, hogy ez hogy kerülöm el. Azt minden esetben 100%-osan bekapom, de nem hiszem el, hogy ez be kell. Ez hogy kaphatott el? Eddig ezt te görölte. Hátrafelé. Fejezd be! Hátra! Hátra felé kell jönni. Micsoda balfaskodás volt ez. Ne, véletlenül átrafordultam. És ettől lement a posztcserje. Ne. Szia, Jani. Ah.
megvagy. Gyorsan! Oh. Tovább vittük még egyel. Sziasztok! Köszönöm szépen, Lore Bitsun. Köszi. Oké. Okay. Öcsém, nagyon sok sérülésbe vittünk már szegénynek. Na, most már gyere ide! Gyorsan! Oh. Jó. De nem oda csapódod be? Vagyis oda kellett volna? Gorja! Everything was fine before Loki showed up. He almost nem. Nem, későn vettem észre, hogy felugrott, pedig már egyébként el is vittük egészen szépen a HP-ját. Jó lesz ez. Nem. Ne. Sietek. Nem szabad sietni. Holy shit, mennyi animáció van itt egy képernyőn. Megvagy. Gyere! Megvagy! Na, lenyugodtál már végre? Megcsinálható a Lorem Ipsum simán. Igen, jóba vannak. De ki akar ártani a te lányodnak? Hát, meg se itt.
Nem is mondtunk ilyet. Félreértésen alapszik az egész. Megcsinálható Give Me God of War módban is. Don't you know what I've done? Yes! But what will you do now? We don't change. Destroy us. Ez nem igaz. No more. For the sake of our children, we must be better. Az első három God of War után nem gondoltam volna, hogy Kratosban ilyen karaktert csinálnak. Why isn't he dead? Are you talking? Who told you to do that? Hogy de jóban vagyunk. You don't think. I think you kill. It's a simple fucking concept. Sif was right about you. I just didn't want to see it. What is this? Are you broken? I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. Ez nem normális, ez az Odin. Erre számítottam. Ez egy állat. Nem normális. Persze. Mi voltunk? Na gyere! Ó, hogy te ilyen gyors vagy! Na csak tudtak perrizgetni. Mehetnek a farkasok, úgyhogy... Vissza! De nagyon sebzel, hallod. Vissza. Bang. Gyere onnan! Kiket volna onnan jönni hamarabb. Pedig milyen szépen csináltuk ezt az első pár ütést, de jó volt. Nem szabad benne állni, az a baj, nagyon bedurvultam. Itt szét van válva a pálya? Mi volt az, ami engem elkapott? Aha, ezzel ki lehet belőle venni. I won't let it end this way.
Oh. This is not how it ends. Ha ez direkt így van megcsinálva, hogy ahogy ugrassz át, mindegy, feléledünk, addig is tanuljuk a fájtot. Későn tettem fel. Ráérzel amúgy, Lorenzom, hogyha ilyen lassabb játékosnak tartod magad, akkor meg igazából a kobótos gyakorlással lehet elérni azt, hogy utána te is nagyon szeretni fogod a szolszokat, pedig most úgy lehet, hogy úgy tűnhet, hogy nem szereted őket. Másik irányból kell mennem, mert egyfolytában lő. Fuck yeah, ugrunk innen. Ah. Lehet, hogy nem is kell nekem olyan nagyon üldözni őt. Végül is ő is ide tud jönni. Ugorjál onnan. Gyorsan. Jump. Oh, utolsó pillanat volt. Jó. This is not how it ends. Megvagy. Vissza. Azaz. Nem baj, Atreus, még fel tudsz szedni. Ott van egy HP tőlünk balra, jobbra. Megvagy. Megvagy. Az eléggé nyakon csaptuk. Ez mi? Elteleportál. Was your plan really all that much better than mine? I hope you got exactly what you want. Not. Freya. Ez hozzá tartozik. Ez hozta el Freya. Alfheimből, Valheimből. Think you're the only one who can craft a binding spell. I've spent many long winters thinking about what I would say to you as I watched you take your last breath. But now, I realize there's only one thing I need you to know. You have no hold on me anymore! That's... Szürke Gandalf. És most is hazudott egyébként Odin. Most is csak hazudott egyet. Ez betegesen hazudozik. You always sought knowledge well. Now I'm going to teach you what it's like to lose everything. Bow to your queen. I always loved you, you know. You've never loved anyone. We don't talk. De most minek szórakoztunk itt vele? Meg kellett volna ölni. Simán krétaszosan szét kellett volna tépni.
ott az a hasadék, amit ugye kutattunk. You did it, Loki. No, no, no. No more fighting. No. Hazudik most is. Ne hidd el. Kérlek, Atreus. Loki. Roa tried to hide you from me, but this is your destiny. Ez nem igaz. Champion of the Jotnar. Only he can put on the mask. Only he can gaze into the truth of creation. Unfold the secrets of life and death. No more doubt, no more confusion. You were born for this. Put on the mask, Loki. Ask it the question. This is your choice, son. Ne tedd fel a maszkot. I trust you. Vagy mit tudom én? Végül is... És akkor még nem tudjuk meg soha, hogy mi lett volna, ha... No! 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 Nagyon helyes. Jól tetted. Szép volt. What was it all for? You choose to be nothing! Na, mérges lettél? Mérges lett. Annyira éreztem, hogy Odint is ki kell, hogy nyírjuk egyébként, már az 2018-as God of War trailerén éreztem, hogy Odint meg fog, meg hogy öljük majd. Hát ezek mik? Na, guruljunk be! Nem egyszerű fight, mert ide-oda izeg mozog. Igazából a kamerakezelés lesz itt a legnagyobb ellenfelünk, nem Odin. Na, mi van? Megvagy. Fogjuk meg! Megvan. Adjunk neki. Baszki, átszúrt a Kratoszt. Jó, most tűz kell neki. Everything I work for. Everything
should end! Nagyon nehéz a második szakasz. Nagyon nehéz a második szakasz. Nagyon észnél kell lenni. Most másfajta pajzs van rajta, ahogy látom. Nem látok. Mi a szar? Na, kapjuk el valahogy. Aha, olyan könnyen nem kapjuk el így viszont itt fönt. Ha fönt van, akkor nem lehet elkapni, még akkor sem, ha ráfutok a dühöngéssel. Most. Ekkora damage-ekkel, amiket így bekapdosok, ezzel lehetetlen megcsinálni így ezt a harcot. Tehát ezt így, ahogy a milyen adokkapokba belemegyek itt a második szakaszban. You just played your part! None of this would have happened!
pull us in all four. Answer me, Loki. What's in all four? Ez nem lehet így. Szia Péter, köszi. Most ezt tartottam célra vezetőnek bekezdeni rögtön egy dühöngéssel. Az Isten csinálok, az összes damage-et bekaptam, az összeset. Hát ez egy balfaszkodás, amit csinálok. Ebben a fightban a legnagyobb ellenséged egyébként a kamera. A kamerakezelés az kegyetlen. Főleg, hogyha elugrik másik irányba, annyira lassan tudsz megfordulni Kratosszal. Na, és most is benyeltem az összes sebzést, amit benyomott. Nekem sajnos. Na mindegy. Mondjuk nem kéne annyira sietnem el a harccal, mert az a baj, hogy rettenetesen sietek. Komolyan elém fagy bele... Oh. Ha szürke a pajzs csík, láncsával üsd. Oké. Köszi a tippet. Köszi a tippet, Jani. És akkor most láncsával. Igazad van, Jani. Köszönöm a tippet. Na, ezt fejezve most már.
Use your arrows. Got it. Nah. Nah. Nem tudtam kijönni, nem tudtam belőle kijönni, bele voltam már fagyva. Volt 3 centi HP-ja, ó Istenem. Jó, megint tűzben van. Ez valahol valami hülye vicc lesz, ugye? Hogy mindig akkor halok meg, amikor 1 centi HP-ja van. Ha. Jó. Use your arrows. I got it. If you just played your part, none of this would have happened. What was it all for? Answer me, Loki. What's it all for? You and your little friend. Ne! Miért nem shieldbe sheltem le? Hát le kellett volna csak shieldbe shelni. Ehhez azt a hülyeséget választottam, hogy majd én hátraugrálok, de hát dehogy ugrálok én hátra. Come on!
what's it all for? Jó, most jön a tüzeskedés. Gyerünk vissza. Oh shit. Ez nagy hiba volt. Hát azért ennyire legyünk szerintem kemények, hogy most majd pajzsal ütögetem. Ezt most egy az egyben elszartam. Úgy, ahogy van. Ez egy nagyon-nagyon bénzsak try volt. Úgy, sírdes. Ne! Kérlek, mondjátok, hogy nem egy 100 000 évvel ezelőtti checkpointra fog idehozni. Mi az, hogy óf? Kérlek, mondjátok, hogy nem a mentésre ment rá az egész. És nem kell az egész fájt a tök elejéről akárhonnan kezdenem. Kérlek, mondjátok, hogy megvan a checkpoint. A zene már jó? Halleluja. Nem értem oda. Neked ilyet nem csinált. Nem tudom, hogy mi okozhatja egyébként. Volt már egy-két crash. Nekem volt 2 is. Ez a második. Ez a második crash, mióta játszunk a játékkal. Oh!
Úristen, pont jókor jött be valaki ide nekem trollkodni, és sikerült ki is tennem innen. Mondom, megőrülök tőle. Hova lett a kamera? De mit csinál? De miért? A kamera ráragadt az egyik ilyen szálló akármire. Kinyomta a szemét. És mind a hármon verjük, érted? This was our chance, Loki. I could have had my answers. I could have learned the truth. You took that away from me. I could have made things better. We could have made the nine realms better. This was never about the realms or me. It was about you! You destroyed everything. My home, my family, my kingdom! You did those things! Your choices! You killed your own son! It wasn't my choice. I had no choice. There's always a choice! You have to stop. You can choose to be better. No, I can't. I have to know what happens next. I... We'll never stop. Why'd you have to say that? Megöli. Sofna. Apfra. Tesu. Sofna. Hithan. Sofna. Sofna. Ne. És ugyanúgy kiszedi, mint hogy az óriások is, mivel hogy egy óriás. Fű, de komoly. Ez még talán a halálnál is rosszabb, nem? I swore I would never rob from you the choice between life and death. De jó lett Freyának az új ruhája. I have waited so long for this moment. And now that I'm here,
I don't need this to make me whole. We stopped his madness. That's all that matters. És mindenki túlélte. Ami azért meglep. Nem, hát ez kész. Sindri. Oké. Okay. A kis tisztaságmániás törp. Ez Ragnarok. He's here. Anger vada. Follow me, quickly. Ó, és a kutyus. Na. Most komolyan feláldozza magát, de hát át tudna futni. Volt-e? De miért csinálta ezt? Valkür lett? Fable? Hi. Where is my father? Somewhere here in the hold. He'll be glad to see you. Akkor jó, azt hittem, hogy Atreus feláldozta magát. De várjunk, ő most hol van? Ott vannak emberek. Thanks, Herr. Ezek itt a valkűrök. Ragnarök. How did we all get here? Ja. The towers, your friend with the really big wolf, and our Valkyrie gift for transporting the worthy. We were able to bring the survivors here to Hodmimi's Holt. Are there many survivors? More than we could have hoped for. We're tending the wounded here. But others have begun to set up camp further in the Holt. Is there any chance Freyr... I'm afraid he was lost, Atreus. Right. Azért Freyr sajnálom. Take it easy, you took quite a beating. Egyébként tetszik Atreusnak is a páncélja. Jó, találjuk meg Kratost. Köszi a GG-ket, srácok. Itt van Thrud. Thrud. Loki! I'm so glad you're both alive. You have no idea, and... I'm sorry. Thor. He was... He tried, you know? I'm sorry I couldn't do more. Nothing will fix what you're feeling. But I hope there's some comfort in knowing Odin's gone. There absolutely is. Loki, it was an honor to fight alongside a giant. Oh, not as we sound sip. Will you stay here in Midgard? For a bit. Then I've got something I need to find. I'm working with Hildisvini to get the rest of the Asgardians to Vanaheim. To help rebuild. Then I hope it can be a fresh start for them. And you. Oh. And through. I hope you find what you're looking for. Good luck. See ya, Loki. Take care.
Ők nagyon jó szereplők voltak, örülök, hogy őket így betették ide. Abszolút jól működik ez a két szereplő. Mind a kettőknek meg volt a felismerhető jelleme, és ez tök jó. Bár Trude annyira nem állt közel hozzám. Aha. Nagyon-nagyon jó volt az Odin boss fight, borzasztóan látványos, de bosszantó fight, az biztos. Loki. Hey, glad to see the head injury didn't make you forget me. Did you have a head injury? Everything was blur. Maybe that was someone else. Anyway, man, I'm really glad to see you. I'm glad to see you too. Looks like you're keeping busy. I'm just happy to help folks. We're on track to have bedrolls for everyone, and your friends' wolves have been helping out with hunting. We should have plenty to feed everyone. No shit. No shit? And hey, thank you for everything. We wouldn't even be here without you and your friends. Yeah, of course. I just wish we could have gotten more people out. Loki, you did good. Thanks, Skilder. Take care, okay? Őt is szerettem egyébként, pedig csak nagyon rövid időre találkoztunk vele. Tehát ő nem volt egy ilyen nagyon mélyen szántó karakter, de amúgy meg... Tunda! Skull! We wouldn't be here if it weren't for you. And Freyr's sacrifice. It's true. We were just... swapping our own Freyr fables. Right. So where was I? Oh. When we met, I was expecting this warrior. This master planner. A born leader. The legend came before the man. But the man himself was very different. He won me over, though. He was just so damn kind. I think it helped that he was handsome. This is true. And incredibly charming. All right, stop. Y'all are about to start crying all over again. Sorry. Gotta go find my father. Be safe, you. És Freya. It was his choice. Az ő karakterét külön szeretném kiemelni. A színésznő valami elképesztően jó munkát végzett. I'll never forget that. The family I thought I had was taken from me piece by piece. But there's comfort in the family I've chosen. Your mother was right, you know. You grew into that bow after all. És visszaadja. Jó. But even more than that, you have a good heart. Nothing you've endured has changed that. I'm so proud of the man you've become, Atreus. Thank you for everything. I should find my father. You should. Az ő karakter... Ó, Mimir! Atreus! Oh, you gave us quite a scare there. Glad to see you too, Mimir. Listen, I want to thank you. Oh, what else did you expect from the smartest man alive? It's not just because you're smart. You listened to me. Mentored me. And, well, you're basically another dad to me. What? No. I need you to hear it. I appreciate you so much. I love you too, little brother. See you, Mimir. It's good to see you about, Atreus. You too, Hildisvini. Na jó, egy 23. rangú mellékszereplő volt, Mimir úgy állt nyilván az előző részből is már velünk. Az egy nagyszerű, nagyszerű dolog volt, hogy őt megtartották. No loud noises. We're okay. You did so good today, boy. I'm so proud of you. Maybe later we can find some treats. Okay. My turn. Na, itt van valahol a farkas. Maybe one of these days I'll surprise you. Oh, you already have. Ooh.
Hát a Saga szerint ő a felesége. Mármint a, ő az a Angrabodá. I decided it would be better if I wrote the ending myself. You haven't told your father yet, have you? Told him about what? Come on. Giant visions? I already saw it. I get it. De Odin meghalt. Kratos pedig nem. Akkor mit akarunk még mi is itt a... az óriás látomásokkal? Hello, apus! This is for you too. És most átadja nekünk a játék Kratost. Atreus, I am glad you are well. I'm glad you are too. Hogy Kratosnak hogy néz ki a páncélja? Hát nincsenek rá szavak, hogy mennyire jól. Hogy a fények megtörnek rajta, az egészen döbbenetes. When death arrived, he asked why the old man had called for him. Seeing death before him caused the old man to reconsider his request. After a moment, he asked that death help him lift the logs onto his back. So that he may continue on his journey. He wasn't ready to die. He wished to keep living. There's a lot of smoke out there. Hmm. Seems when Asgard fell, pieces of it landed all over the realms. There might still be some Einherjar near them, but that's not what I brought you here to see. Again. Ó, Ebbe gondolom megint be tudunk lépni. És itt már nem én irányítok. Mother? Ott a történetük. My shrine in Jotunheim. She destroyed it. She didn't want us to know our fate. We forged our own path because of her. She went against her own people. Our people. Protect you. It don't all open. I'm sorry. Meg ki akartuk nyitni? Igen. Father, I need to talk to you about something. Na, essünk túl rajta. Are other giants out there, and I've got to find them. I think I know where to look, but they're my responsibility. I need to do this alone. I don't want to do it alone, but I need to. It's hard to explain. Does it frighten you? Yeah. That is why you must do it. Like you taught me. Yeah. We survived today because of your choices.
Who to trust? Who to call friend? Son, you are ready. Remember our promise. Ez most egy búcsú. Loki, you will go. Atreus. Atreus remains. Öregem. Miért csak a Sony tud ilyen játékokat csinálni? Miért nincs több ilyen? Ami ennyire bevonja az embert. Ja, már dumcsiznak. Uh-huh. A következő részben szerintem már lesznek unokáink. Talán, mintha egy kicsit be lett volna párásodva Kratos szeme. Van mögötte is egy. Ajaj. Ott lehet látni, hogy nálunk van Heimdall kürtje. Ott van Kratos és Atreus, ott harcol Kratos orral. És Kratos ez egy szobor Kratosnak? Azt ábrázolja? Ahogy Kratos tisztelik. Ez egy szobor. Gondolom, hogy akarja elhinni. A haverjaink. Hát úgy értem, hogy egy szobrot jelképez, tehát egy Kratos szobrot, amiről hajlonganak emberek, de igen, egyébként... Egyébként igen. Together.
Freya lehetne egyébként. Akár a párja is. És így kapom vissza az irányítást? Na ne! Na ne! Jézusom! Hát ez nagyon szép volt. Ez nagyon szép volt itt a végére. Nem tudom, hogy búcsúznunk kell-e a szériától, ez egyelőre még nem tisztázott, elvileg nincs tervben, hogy készülne új God of War, tehát itt akár arra is kell gondolni, hogy ilyen 5-8-10 év, mire lesz másik God of War. Tehát szerintem most mondhatjuk azt, hogy véglegesen nem búcsúzunk a szériától, de jó hosszú időre most el fog tűnni a God of War, így a térképről. Már ha valaha is el tud tűnni a God of War a térképről, mert nyilvánvalóan egy ilyen játék viszonyítási alap lesz, meg talán nem is az, hogy viszonyítás, de viszonyítási alap, meg jó sok ideig fogjuk még ezt szerintem emlegetni. Gunnar pledged loyalty to Asgard long ago, and our friendship ended soon after. What happened? I made a choice. One she couldn't accept. Ezek, akik itt láttak mellettem, ezek a készítők, ezek itt legendák konkrétan. Az a helyzet, hogy ha most Kratosnak nem is készül új kaland, vagy nem készül új God of War, hogy Cory Balrogik most mit csinálnak, azt egyszer nem tudom megmondani, hogy mi lehet, de ugye maga a God of War az ugye Kratos miatt nagyon érdekes elsősorban. Ugye ez a Kratosnak a személyes története, az első három rész az annyira nem is személyesen. Személyes történet az is, de nem ilyen érzelgős. De itt ebben az felújított részben nagyon belementünk Kratosnak. Továbbra is hangoztatom azt, hogy én nagyon csalódott vagyok, hogy ez nem trilógia lett. Én tisztán emlékszem rá, hogy arról volt szó, hogy ez itt egy trilógia lesz. Lady Freya. Mimir. My lady. Shield maidens. Blessed Thor. Have you found the traitor Gunnar yet, dear Freya? Not yet. Soon. One final word. We wish to offer condolences. What for? For your family. Your brother. We didn't mean to pry, sister. Mm-hmm. It was a lifetime ago. Memories in ruins. I'm surprised there was anything left. I just wish you had told me. I would have understood. What's done is done, dear Mimir. I appreciate your kind words. Ilyen mély nyomokat egyébként nem tudott hagyni. És tudom, hogy és nem is akarom ezt összehasonlítani a két játékot, mert a két játék teljesen más. De ha már az évjáték a díjért mind a kettőt elindították, az Elden Ringet és a God of War-t, én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy az Elden Ring nyerjen. Legalábbis az én szempontomból esélytelen. De a trilógiához visszatérve, én arra számítottam, hogy ez itt még egy középső rész, és lesz még plusz egy. Ragnaröknek vége, de még sokat ennivaló, Asgard maradványai szerte szétszórodtak a birodalom szerte. Kísérd el Kratost és Freyát útjukra, kezdjetek bele, újabb évet ragad a Muspelheim olvasztóban, és edrete Berserk legelenében. Kék teljesítő titkai bukhatsz volna. Ratatászkör új Yggdrasil magokkal vár, amelyek segítenek a birodalmak közti utazásban. A birodalmak háborúja kész, és most visszakapjuk az irányítást, és innentől kezdve itt a térképen van egy csomó tennivaló, amit meg lehet csinálni. Srácok, én köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Trilógia lesz, de nem akartak még öt évig húzni, igen? Igen, Cory Barlog ugye elmondta, hogy ő
nem szeretnének még 5 évig God of War-t fejleszteni. Ami azért érdekes. Én mindenképpen protezsáltam volna, hogy legyen még God of War, de nyilván ez én vagyok. Ezek a fejlesztők meg agyonig ki tudnak égni ebből az egészből. Viszont én készítek, jelenleg is folyamatban van, és még egy nagyon picit akkor hozzá kell, hogy írjak, de ezen a hétvégén lesz ebből a játékból egy bemutató. Vagyis konkrétan holnap után. Még egy kis vágási munka lesz vele, néhány feladat még vár rám, de meg fogom tudni csinálni. És ezzel nem is lesz különösebben problémám. Én ezt itt el is mentem, ezért aztán túl sokat nem is akarok most beszélni a játékról, a bemutatóban nagyjából szinte mindent el fog tudni mondani. Minden esetre annyit azért mindenképpen hasznosnak tartok kiemelni. Srácok, hogy és ez most nem Sony fanbolykodás, de a Sony-n kívül ezt senki nem tudja csinálni, és ez szerintem annyira nem... Tehát ez nem annyira jó. Most persze nyilván akinek PlayStation-e van, mint ahogy nekem is, meg sokan közületek is, azok most örülnek, hogy hú de jó, hát nekünk volt egy tök jó játék, de tök jó lenne, ha nem csak a Sony csinálna ilyeneket, hanem jönne több ilyen is. Tehát mondjuk, ha évente lenne 3 vagy 4 ilyen játék, akkor azzal nagyon-nagyon-nagyon durván elégedett lenne mindenkit. Az a baj, hogy nem, hogy évente jön ilyen, hanem én azt látom, hogy körülbelül 2-3 évente jön egy ilyen, és mindig a Sony-tól jön. Mindig a Sony-tól jön valami. Valami nagyon nagy hatású játék, amivel borzasztóan tehát elképesztő, hogy mennyire összemossák a hollywoodi filmeket a játékkal. Alig van különbség egy nagy költségvetésű film és a God of War között. Igen, igen Balázs, tehát azt mondták, hogy az északi kalandot zárják le, de ez ezzel együtt a God of War-t is jelenti. Most azért, mert azt mondták, hogy nem akarnak még 5 évig fejleszteni. Na most akkor ez azt jelenti, hogy nem viszik át másik istenségekhez, vagy másik kalandra a dolgot, hanem itt lezárták a Kratos és Atreus féle God of War-t. Na most ez jelentheti azt is, hogy majd legközelebb Atreusszal megyünk, vagy Lokival, ezt én nem tudom, de hogy Kratos nélkül működne egy God of War, hát az egy elég érdekes kérdés, ezt meg kéne vizsgálni, hogy egyáltalán működik-e. Én nem vagyok benne biztos, szerintem Kratos vitte a hátán, de miért is ne? Tehát, hogy ez a Santa Monica stúdió, ez valami elképesztő. Olyan, mintha az ipar fölött állnának, ez egy másik liga a játékgyártások tekintetében is. Nyilván igazságtalan összekeverni más játékokkal, mert a Santa Monica a Sony alatt van, és a Sony az hírhetten egy olyan kiadó, aki azt mondja, hogy itt van egy iszonyú mennyiségű pénz, meg annyi időtök van, amennyit akartok. Dolgozzatok rajta, csináljátok belőle egy system seller. Tehát nincs ott az, hogy ki kell jönni a játéknak, 2 éven belül játék kell belőle, DLC kell, lootbox kell, azonnal csináljátok meg, fejlesztétek le, gyorsan legyen kész, ez nincs. A Sony egyszerűen odaad egy iszonyú valak pénzt egy ígéretes projektre, és csináljátok. És Cory Barlogék megcsinálhatták azt, hogy 2013-tól 2018 májusáig fejlesztettek egy játékot. 5,5 évig. Aztán 4 évig fejlesztették annak a folytatását. Nyilván igazságtalan összehasonlítani minden más játékkal, mert ezt nem csinálhatja meg minden fejlesztő stúdió, sőt a Santa Monica-n és a Naughty Dog-on kívül senki nem tudja megcsinálni. Még talán a Sony stúdiói tudják megcsinálni azt, hogy a játékokra úgymond ráülnek. De azért elég komoly teljesítmény arányos a dolog. Tehát azért, ha mondjuk ez egy rossz játék lett volna, nyilván nem kapnak többet pénzt. Viszont én úgy tudom, hogy a Santa Monica azt mondta, hogy ők örülnek a pénznek, meg örülnek az időnek, de nem csinálnak több God of War-t, hanem most már egy új játékot szeretnének csinálni, egy másik IP-t. Gebola, köszönöm szépen a GG-t, és üdvözöllek, hello! Még platinázt ki vannak benne elrejtve dolgok a folytatáshoz. Az kizárt. Prémium kategória Sony, mint a kocsinál az Audi meg a Merci. Igen, Balázs egyébként. Halo is jó sokba került. Igen, nagyon sokba került a Halo, Jani, de én nem tudom, hogy a Microsoftnál milyen minőség ellenőrök vannak, de a Halo nem hivatkozási alap. Tehát, hogy nekem eszembe se jutott volna, hogy mondjuk azt mondjam, hogy ez a játék az olyan, mint a Halo. Mert így, mit a Halo? Hát inkább a Call of Duty-ra hivatkoznék, vagy Battlefield-re. Igazából én mondom, nem fanbolykodni akarok, mert nincs értelme. Csak hogy
hogy tök jó lenne, ha lenne más is, akik ilyen erősen tudnak fejleszteni, mármint ugye, vagy történetben ilyen erősen. Inkább úgy írom, hogy hagytak kiskaput hozzá, aztán ha lesz, majd meglátjuk, de szerintem lesz. Értettem, Jani, egyébként. De biztos vagyok benne, hogy lesz másik God of War, csak nem tudom mikor. Soká. Az a baj, szerintem soká lesz God of War. Tehát most a Santa Monica nem áll rá, mert ugye amikor az előző részt, tehát a 2018-as részt bezártuk, és megtörtént a kiadás, a Sony Santa Monica szinte már a másnapján elkezdte fejleszteni a Ragnarököt. És most ebben a pillanatban meg ott vagyunk, hogy a Sony Santa Monica nem fejleszti a God of War-t. Tehát minden egyes nappal tolódik a következő God of War megjelenéséhez szükséges idő, amit a nem a következő God of War fejlesztésével töltenek el, és a Sony biztos vagyok benne, hogy adna rá pénzt, de ilyen kiadó sincsen sok, hogy nem tapossa ki a belét a Sony Santa Monica-nak, hogy már pedig God of War-t fogtok fejleszteni hatodik haszakat, hanem megengedik nekik, hogy oké, csináljátok egy másik projektet. Elvileg két másik játékon is dolgoznak. Én már olyat is hallottam, hogy Star Wars játékon is dolgoznak, ami képzétek, hogy mekkora óriási elképesztő dolog lenne. Képzeljétek már el, hogyha egy ilyen játékot játszhatnánk úgy, hogy mondjuk te egy Sith lovag vagy, aki éppen megtisztulni vágyik, vagy éppen egy bukott Jedi vagy, aki éppen Sith lovaggá válik, bele sem merek gondolni, hogy ezek ebből mit tudnának csinálni. Ez elképesztő lenne. Igen, sok más játék is lesz. Hát sajnos, egyébként Balázs, sajnos ez amit írtál, ez, én is ezt látom, sajnos ez nagy igazság. Nem azt akarom mondani, hogy nincs a Sony-n kívül világ, de az a baj, hogy ilyet egyszer nem csinál senki. Olyat, mint a Last of Us, nincs másik. Olyan, mint a God of War, nincs másik. De még a Ghost of Tsushima-t is ide tudnám sorolni, abból sincs másik. Olyan, hogy konkrétan a játékosnak bederesedik a szeme, annyira szép történetet lát, és mondom, annyira összemossák a hollywoodi ipart a játékiparral, hogy szinte már egy filmet nézünk, és annyira konzisztens az egész, annyira összeáll, annyira egy képben van, tehát hogy érzed, hogy egyben van az egész játék, a történet, a látvány, egymást kiszolgálják, és most nem a grafikai apróságokra gondolok, nyilván az is hozzátartozik, de amikor a sztori egy szinten van a látvánnyal, amikor a sztorinak van értelme, És egyébként lehet értük aggódni, elmesél egy történetet, és le is zárja azt. Tehát nem az van, hogy most nyitva maradt egy csomó kérdés, vagy ilyen tök béna sztori, hanem értitek, egy ilyen nagy dolog, és hát ha valami megér 27 ezer forintot, hát akkor a God of War biztosan. Nem is bírtam, és nem is tudom. Hát még a Horizon is jó, meg a Pokémon, igen, tehát ez, igen, Balázs, nyilván a Horizon meg a Pokémon is jó, de a Sony-nak én azt gondolom, hogy a csúcs szériája az a Last of Us meg a God of War. De ha már úgyis hoztál autós példát, akkor azt mondanám, hogy a Sony stúdiója az a Merci meg az Audi, de a God of War meg a Last of Us az a Maybach. Vagy a Porsche. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy a legjobbak között is a legjobb. Tehát a legdrágább között is a legdrágább. A legminősibb között is a legminőségibb. Ez egy másik széria, de ez a játék, ez annyira jól sikerült, hogy én el sem tudom képzelni, hogy az Elden Ring ezt egy Game Awards-on megelőzze, és tudom, hogy nyilván, és ez egy jogos kritika volt, amit egyszer így meg is kaptam, hogy azért szeretem jobban a God of War-t, mert az Elden Ring már rég volt, és nem sok emlék van róla. Hogy ez már februárban volt, ez meg most van, és hogy ez közele van a Game Awards-hoz, és azért mindenkinek frissebb az élmény, az meg már feledésbe merült. Ebben biztos vagyok benne, hogy van némi igazság, de a két játékot, ha mint a videójátékozás, tehát amikor leülök és videójátékozok, akkor valahogy, ha a kettőt összerakom, a God of War sokkal csontighatolóbb, zsigeribb élmény, videójátékos élmény, mint az Elden Ring. Az Elden Ringben elnyomkodom a gombokat, és tök jó, de a God of War-ban meg ott vagy rádölve a monitorra, bele vagy hajolva a tévébe, kiszáradt torokkal nézed, hogy úristen, itt mik történnek? A Witcher 3, még a Witcher 3, csak az meg 2015-ben volt. Tehát, hogy értitek, ezért mondom, hogy annyira ritkán jönnek, ennyire, jó, nyilván persze, nyilván klasszikus, kult klasszikus játékok nem jöhetnek minden nap, ezt én is értem, persze, csak hogy tök jó lenne, ha nem csak a Sony-nál lennének ezek a tök jó játékok, hanem néha jönne PC-re is, vagy Xbox-ra, vagy Nintendo-ra, olyan játék, amitől így elalélsz. És nem csak a technikai szintjére gondolok, hanem arra, hogy micsoda történet.
Nincs, szerintem se, Jani, ebben abszolút egyetértek. Én is nagyon szerettem az Elden Ringet. Még most is azt mondom, hogy szerintem az Elden Ring egy kult klasszis játék. De mint videójáték, mint az év legnagyszerűbb alkotása, mint az év első helyezettje, nem lehet a God of War elé tenni semmit. Egyszerűen nem, ez oda csücsült a trónra. Vannak dolgok, amiben jobb az Elden Ring, de azokban a kategóriákban meg nem indították együtt a kettőt. Ez maradandó élmény, nekem ez sokkal. A God of War az sokkal. Én azt gondolom, hogy a God of War, ez most a Ragnarök, ez egy olyan dolog, ami egy 5-10 év múlva is hivatkozási alap, hogy mert a God of War-ban is így volt, meg tudjátok, a God of War-ban is megcsináltak, meg amikor a God of War-ban még ezt tud, hát 5 év múlva, ha lesznek játékok, amik így fognak kinézni, mint most a Ragnarök, és azok örülni fognak neki, hogy tudnak így kinézni, tudnak ilyen élményt nyújtani, stabilan futott az egész. Két crash-sel találkoztam a játékban, hát ez mindent, ez nem jelent instabilitást, és mindig pont jókor volt mentés. Ez több, ott a Scornia, hát a Scorn egyébként vizualitásban erős volt, de ennyi. Ennyi, ez egy puzzle játék volt. Nem volt rossz a score, csak ez egy vizuálisan erős volt a játék, mert nagyon érdekes képeket mutatott meg, mint sci-fi rajongónak tök jó volt. Biztos vagyok benne, hogy a Callisto Protocol se lesz egy rossz játék, bár én holnap nem fogok azzal játszani, de később fogok majd játszani a Callisto Protocollal, de most nem. Biztos vagyok benne, hogy az is egy jó játék lesz, de hogy ekkorát nem tud szólni, mint a God of War, ez egyszerűen biztos. Lorem Ipsum, mindenképpen szerintem az Elden Ring az egy nagyon softcore Souls játék. Mindenképpen ajánlom. Ha soha életben nem játszottál Souls játék, akkor az Elden Ring meg fog tanítani rá, hogy játsz vele. Aha, egyébként ajánlom. Játszatok az Elden Ringgel, tényleg akinek kibaradt, játszom vele, nagyon jó játék az Elden Ring, de hogy a God of Warhoz egyszerűen nem tudok olyan elemet mondani, amiben fölé tudna nőni. Nem tudok olyan részt mondani, amiben jobb, és nem is akarom összehasonlítani a kettőt, mert nem is kell. Nem is kell ezt összehasonlítani. Az Elden Ring az igazából egy kinyílt, egy nyitott világú Dark Souls 3. Ezt mindenki tudja. Nyilván van a szekta, aki ezt így védi, hogy de nem, de most csak rá kell nézni a két játékra, játsszál egyet a Dark Souls 3-mal, aztán menj át Elden Ringezni, látni fogod, hogy ugyanaz, csak az Elden Ringen kinyitották a világot, ami tök jó, nagyon jó dolog, nem negatívumot mondom, de itt a God of War-ban az, hogy 2018-ban teljesen megváltoztatták a játékot, és akkor képesek voltak egy 18-as elképesztő God of War-t még tovább húzni. Mondjuk annyit el kell mondanom, hogy azért nyilvánvalóan nem csak cukor és só, vagy tehát hogy értitek, nem csak a cukor és méz, ezt szokták mondani, vagy tejjel a méz. Ha amit negatívumnak kéne mondani, ha mindenképpen kell, akkor azt mondanám, hogy körülbelül a játék felénél elér a játék a csúcspontjára, és onnantól kezdve ott marad. Tehát nem mentünk, oda már nem megyünk feljebb, maximum a sztori, de a játékmenet az így a közepénél fogva így egy ilyen platón van, és onnantól kezdve egyenes arányban megy. Ez néhány embernél lehet, hogy unalmat is kiválthat. Hogy lényegében már ugyanazt csinálod. Tehát már rájössz, hogy melyik a legerősebb rúnád, rájössz, hogy melyik a legerősebb relikviád, és akkor tulajdonképpen az már nem változik meg a harcrendszer. Az úgy megmarad. Talán oda tenném ezt a részt, amikor a Draupnirt megkapod, a Draupnirt élvezed, és aztán még van körülbelül 8 óra a játék végéig, onnantól így egyenesen megy a játék. Tehát nincs egyáltalán fölfelé már játékmenet szempontjából, onnantól már nincs újdonság, de nem is kell. Nem is kell. Nem tudnak semmi jót kiizzadni. Nem tudom, én ott lesz a Starfield is. Én nagyon várom a Starfieldet. De az se lesz egy Last of Us, hogy God of War Ragnarök. Tehát, hogy értitek? Ott lesz a Stalker. A Stalkerben van mindenféle reményem. Hát, ha az jó lesz. Hát, ha ez egy jó játék lesz. Ezt várom, csak iszonyú messze van. Nem tudom. Az ilyen történetorientált egyszemélyes kalandok. A Jedi Fallen Order folytatását például nagyon várom. Még azt kiemelném, hogy szerintem az is nagy nagyszerű játék volt. Az is ugyanolyan, mint a God of War, hogy Metroidvania pályaszerkesztése van. Tehát néha egy-egy fejlesztéssel, amit megtalálsz, azzal fogod, visszafordulsz, visszamész a pálya elejére, amiket ott elhagytál, azokat újra összeszeded, ládákat nyitogatsz, ugyanúgy, mint itt a God of War-ban, az még egy jó játék lehet.
Vannak nagy reménységek egyébként. Tehát vannak amik várományosak, és persze nyilván nem lehet minden játék kódklassz is, de hogy ezt a szorin kívül senki nem tudja megcsinálni, az biztos. Ebben a pillanatban nincs olyan játék, amilyen, mint a God of War. Egyszerűen nincs. Nincs. Nincs, nem tudok hozzá, nincs ami korrelálna vele, egyszer nincs, nem tudom egymás mellé rakni. Ez a fenn van a polc tetején, a többiek meg valahol boka magasságban. Na mindegy. Egy bemutatót készítek róla, srácok, elég hosszú lesz, úgyhogy majd hideg élelmet készítsetek be. 20 percen túli, igencsak hosszú beszámoló a God of War-ból, de ez szombaton fog kikerülni. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, tök jó volt ez a végigjátszás, srácok. Holnap is lesz stream, délután 13:30-kor jövök és pokémonozni fogunk. Tudom, hogy ez nem mindenkinek a játéka, de egy kicsit pokémonozunk, ha már van Pokémon. Atomic Hearts-ra kíváncsi leszel, arra én is egyébként, az sem tűnik egy rossz játéknak. Úgyhogy holnap találkozunk, srácok, köszönjük nektek ezt, hogy végigkövettétek ezt a végigjátszást. Nagyszerű volt, azt hiszem az év legjobb játékával játszottunk, sok ilyet még. Legyetek jók, ha tudtok, holnapra mindenkinek szép napot, jó és szép estét nektek. Sziasztok, srácok, minden jót!